Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Az idén az országos élelmiszer ellenlánc ellenőrzési sorozat március 25-én már megkezdődött, és a húsvéti ünnepek végéig április 22-ig tart. Az akciót, mint mindig, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal koordinálja. Erről fogunk beszélgetni. Vendégem Szibert Gergely, a Fejér megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonságért felelős főosztályvezetője, megyei főállatorvos. Tisztelettel köszöntöm. Én is tisztelettel köszöntöm. Nos, Zsigor Róbert, az élelmiszerlánc felügyeletért felelős államtitkár úgy fogalmazott, hogy az akciók közös jellemzője, hogy átláthatóak, az érintett termékköröket és célterületeket pedig előre nyilvánosságra hozzák. Ez így is történt, és hát nyilvánvaló, hogy most akkor erről fogunk beszélgetni, mint minden esztendőben, mert hogy ez kiemelt időszak, mint tudjuk, tehát a húsvét, karácsony és a nyár természetesen. De most húsvét van. Ugye elkezdődött már március 25-én, hogy láttak munkához? Volt-e olyan kiemelt, ami a hagyományosan népszerű árokon kívül kellett foglalkozniuk? Azt kell, hogy mondjam, hogy már évek óta ilyenkor húsvéthoz közeledve hatóságunk megkezdi a tavaszi kiemelt célellenőrzését. Hát nem, nincs új a nap alatt. Ugyanazok a termékek vagy termékkörök kerülnek ellenőrzésre. Gondolni kell itt a pácolt, füstölt, főtt húskészítményekre, az édesipari termékekre, a tojásra, tojástermékekre, a szeszes italokra, illetve a szezonális zöldségekre és gyümölcsökre, amely termékeket mind a forgalmazásban, vendéglátásban és természetesen az előállításban is ellenőrizzük. Tehát, ahogy az élelmiszervállalkozók számíthattak rá, ugye a hatóságunk is számított rá, hogy az élelmiszerláncért felelős államtitkár el fogja rendelni ezt az ellenőrzést, de a termékkörök megegyeznek azzal, amelyek voltak tavaly is, vagy tavaly előtt. Vegyük sorban, hiszen a húsvéthoz mindenképpen a legfontosabb talán a sonka. És ezzel esztendőről esztendőre meg kell birkóznunk, hogy hol vegyük, valóban sonka, tehát nem lapocka füstölve, átcímkézve. Kell erre figyelnünk az idén is? Hát én úgy gondolom, hogy bár a tapasztalataink egyre jobbak, és javuló tendencia mutatkozik az élelmiszer előállítói oldalon, mindenkinek azért megfelelő óvatossággal, illetve körültekintéssel kell megkezdenie a vásárlást. Fontos azt gondolom, hogy a bizalom egyfelől, tehát olyan helyről vásároljunk, ahonnan különben is szoktunk vásárolni, illetve amelyekkel jó tapasztalatunk van. Ha azonban valami problémát érzékelünk, akkor azt első körben próbáljuk megbeszélni a forgalmazóval, vagy az előállítóval, illetve ha olyan súlyú, vagy több emberre veszélyt jelentő problémát észlelünk, vagy jogszabálysértést észlelünk, akkor jelezzük azt az élelmiszerlánc hatóságnak, vagy közvetlenül, vagy a Nébik zöld számán közvetve, így meg fog érkezni a Fejér megyébe ez a hír, és azt a lehető legrövidebb időn belül a hatóságunk kivizsgálja. Tehát nagyon fontos a megbízható helyről való vásárlás, emellett fontos az is, hogy elolvassuk azt a terméken levő címkét, amelyet minden termék tartalmaz, és azt vegyük, amit igazából is venni akarunk, mert hogyha az élelmiszervállalkozó nem jár a tilosban, akkor a jelölésen pontosan felírja, hogy mi is az a termék, amelyet ő forgalmaz. Tehát, hogyha parasztsonkát veszünk, akkor megfelelő érlelési idővel, megfelelő sótartalommal bíró terméket fogunk kapni, mert a parasztsonkának például nagyon szigorú élelmiszerkönyvi előírásai vannak, de az összes többi húskészítmény is rendelkezik élelmiszerkönyvi előírással, így a húszsír arány is pontosan meghatározásra kerül. Én tudom azt, hogy sok, például a kötözött sonkák esetében csak főzés után jövünk rá sajnos, hogyha valamivel probléma van, de akkor azt jelezzük a forgalmazó, illetve az előállító felé, hogyha az nem szándékosan követte el ezt a tévedést, mondjuk a húszsír arányban, akkor kárpótolni fog minket, már amennyiben lehetséges ez, de ha bejelentést tesz ez a fogyasztó, akkor ki fogjuk vizsgálni az ügyet. Tehát szigorú szabvány minősíti a sonkát.
Van-e különbség az áruházakban egyébként is általában kapható sonkák, illetve a hagyományos vásárok árult sonkák között, mármint ellenőrzés szempontjából? Hát ellenőrzés szempontjából semmi különbség nincs. Ugyanúgy forgalmazó helynek számít mind a kettő. Ugyanúgy be kell tartani azokat az alapvető szabályokat, higiéniai szabályokat, tehát nem lehet napsütésnek, illetve pornak kitenni azokat a termékeket, tehát a cseppfertőzéstől védeni kell egy vásáron is az ilyen húskészítményeket. Megvizsgáljuk ilyenkor a magát a tárolás, illetve a forgalmazás feltételeit, de megnézzük magát a terméket is, illetve hogyha megfelelő indok van, akkor mintát is veszünk abból a termékből. Emellett vizsgáljuk természetesen a nyomon követhetőséget, tehát hogy engedélyezett helyről származik-e az a termék. Sokan nem tudják, illetve én magam is csak onnét tudom, hogy utána néztem, és szíven ütött, hogy a tojásfogyasztásunk, a magyarországi tojásfogyasztás egy nagyon nagy százaléka húsvéthez kötődik. Nem gondoltam volna egyébként. Tehát akkor a következő tojás, ha már egyszer így van, ugye a tojás, a húsvéti tojás, a maga a baromfitól származó természetesen rendkívül népszerű, festve és mindenféle módon húsvét tájákán. Hogyan lehet ellenőrizni, hiszen az elmúlt időszakban volt olyan, hogy olyan festékanyagokkal festettek a tojást, hogy mérgező volt, beleszivárgott a héján keresztül. Tehát hogy lehet ezt figyelemmel kísérni? Hát mindenképpen le kell szögezni, hogy nem tiltott a festett tojásnak az árusítása, csak a festéknek élelmiszeripari minősítéssel kell rendelkeznie, tehát meg vannak határozva azok a festékek, amelyekkel kezelni lehet ezeket a tojásokat, és ezt a címkén fel is kell tüntetni. Tehát, hogyha ez megfelelő minősítéssel rendelkezik, akkor bátran megvásárolhatjuk. Azt tudni kell, hogy a tojásnak porózus a héja, tehát a bizonyos idő után ez a festékanyag beszivároghat a tojásba, és ugye a főtt tojáson ilyenkor úgymond nyomot hagy, de hogyha az az emberi egészségre nem káros, illetve veszélyt nem jelent, akkor ez nem okozhat problémát. Természetesen az nagy probléma, hogyha akár otthon, akár valamelyik élelmiszervállalkozó jogszabályellenesen olyan festékkel kezeli a tojást, amely élelmiszereken nem alkalmazható, tehát veszélyes az emberi egészségre. Az ilyen terméket természetesen meg kell semmisíteni, és az ilyen vállalkozó az biztos, hogy szankcióra, bírságra számíthat. Megérkeztünk az édességekhez, húsvéti nyuszi és húsvéti tojás, különböző csokoládéformák, és azt hiszem, hogy csak különböző minőség. Mire kell ügyelniük? Mit nézzenek a csomagoláson, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a csokoládéfajtáktól függően az ár sem mindegy egyik oldalról, a másik oldalról pedig hajlamosak vagyunk a szépségre menni, és nem vizsgáljuk meg, hogy belül mit tartalmaz a csodálatos külsőnk. Hát itt is csak azt tudom javasolni, hogy olvassuk el, hogy mi van a címkén. Hogyha megnevezésben szerepel a csokoládé, akkor az biztos, hogy egy jó minőségű terméket takar, ugyanis az élelmiszerkönyv ezt is pontosan meghatározza, hogy milyen kakaótartalommal kell rendelkezni egy olyan terméknek, amelyet csokoládénak hívnak. Tehát, hogyha az csak nyúl figura elnevezéssel, vagy tojás figura elnevezéssel rendelkezik, akkor már egy kicsit keltsen bennünk gyanút, hogy ez egy alacsonyabb kakaótartalmú termék lehet. Tehát mindenképpen olvassuk el az összetevőket. Azért is fontos, hogy elolvassuk az összetevőket, mert ezen feltüntetésre kell, hogy kerüljön az allergén anyagok, és egy csokoládé termékben mindig vannak allergiát okozó anyagok, amelyeket az előállítónak fel kell tüntetnie, és hogyha mi tudjuk, hogy az a család, akinek ezt vásárolni akarjuk,
rendelkezik, vagy tartalmaz olyan tagokat, akik erre érzékenyek, akkor semmiképpen se vásároljuk meg ezt a terméket, mert így allergiás reakciót okozhatunk a szeretteinknek. Tehát megint hangsúlyozva, olvassuk el, hogy mi van a címkén, és ne higgyünk a nagyon alacsony árnak, mert egy jó minőségű termékért biztos, hogy többet kell fizetni. Alkoholos tartalmú italak, megszabadulni nem lehet ettől, húsvét tájéken semmiképpen sem. Ugyanakkor itt is egyre több olyan forgalmazó van, aki lőrét árul adott esetben. Vizsgálják-e külön húsvét tájéken kiemelten a bor, az égetett szeszes italok minőségét? Ez is a kiemelt termékek közé tartozik ilyenkor húsvétkor, de tulajdonképpen az egész évben vizsgáljuk. Azt tudni kell, hogy például a borok esetében a NEBIH valamennyi tételt bevizsgálja, és egy úgynevezett Lajstrom számot ad neki. Tehát, hogyha ez a címkén rajta van, az már biztos, hogy egy bevizsgált termék, és biztos, hogy emberi egészségre nem káros. Az, hogy milyen minőségű, az természetesen, főleg borok esetében nagyon nehéz megállapítani, vagy hogy kinek mi a jó minőség, meg ki a rossz minőség. Egy biztos, hogy a jó minőségű boroknak szintén az áruk biztos, hogy magasabb, tehát egy nagyon olcsó bor esetében ne várjuk ugyanazt a minőséget, mint egy drágább bor esetében. Igazából azt is mondhatnám, hogy valamennyi jó minőségű bor azért a magasabb árkategóriába tartozik, viszont nem tudom kizárni azt, hogy egyes ügyeskedők a rosszabb minőségű bort ne akarnák akár magasabb áron eladni. Ami ott a világ ez így volt. Viszont az égetett szeszes italoknál elsősorban a vásárokon, tehát a kirakodó vásárok mellett megjelennek a büfék is óhatatlanul, és gyakori tapasztalat volt régebben, hogy a pálinkák azok valahonnét jöttek, mondom én. Hát azt gondolom, hogy talán ebben is javulás van, legalábbis megyénkben. Természetesen a vendéglátóhelyeket is ellenőrizzük ilyenkor, mind a fix, mind a kitelepülős vendéglátóegységeket, és ilyenkor a valamennyi élelmiszert, így a szeszipari termékeket is megvizsgáljuk. A pálinkák esetében is a nyomon követhetőségnek biztosítottnak kell lennie, tehát csak engedélyezett helyről származhat az a termék, és megfelelő minőséggel, és a pálinka szigorú szabályainak megfelelve lehet ezt csak elkészíteni, illetve forgalmazni. Tehát magyarországi gyümölcsből kell, hogy származzon, de hát természetesen ennél sokkal több engedéllyel kell rendelkezni mondjuk egy pálinka főzőnek, hogy ilyen terméket előállítson és forgalmazzon. Világos bevezetőjében említette a szezonális zöldség és gyümölcs termékeket. Először a zöldségekkel foglalkozunk, hiszen a primőr árukat kiemelten is ellenőrzik, hiszen ezek gyorsan romló zöldségek általában. Mi a helyzet az elmúlt esztendők tükrében ezzel? Így van, ez is a kiemelt termékek közé tartozik. Ilyenkor jelennek meg az első friss zöldségek a forgalmazóknál, és ezért fontos is ennek az ellenőrzése. Azt kell, hogy mondjam, hogy javuló a tendencia, de azért minden évben találunk romlott, penészes zöldségeket a forgalmazóknál. Ezek természetesen kobzásra és megsemmisítésre kerülnek. Gyakorta ez inkább az odafigyelés hiányából fakad, hogy ez ott marad a polcokon. Nem hiszem, hogy a rossz indulaton múlik, de az elbírálás az ugyanaz. Ezt meg kell semmisíteni, illetve szankciót von maga után, ha valaki ilyet forgalmaz. Nyilván ugyanez vonatkozik, hiszen legyen az tengeren túlról származó, vagy éppenséggel Magyarországon termet, hiszen ma most már van, az ugyanígy van. Mi a fő szempont? Ugye az államtitkár elmondta ebben a kommunikében, hogy nem az a fő szempont, hogy minél több bírságot szabjanak ki, és büszkén említette, hogy a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően egyre kevesebb bírságot kell egyébként is kiszabni. Mi a helyzet Fejér megyében, itt a Szűke Pátriánkban? Először arra válaszolnék, hogy mi a fő szempont. Hát a legfontosabb szempont az, hogy a fogyasztó asztalára biztonságos élelmiszer kerüljön.
és ennek van alárendelve minden. Fejér megyében sem a bírság a legfontosabb szempont. Természetesen vannak olyan esetek, amelyben jogszabály kötelez arra minket, hogy bírságoljunk. Ilyen például a lejárt fogyasztatósági idejű termékek forgalmazása, ekkor kötelező bírságot kiszabni, de mi is inkább a figyelmeztetés szankciójához nyúlunk. Ez azt jelenti, hogy a kisebb súlyú problémák esetén elegendő a figyelmeztetés, viszont ugyanazon vállalkozót ugyanazon hibáért nem lehet kétszer figyelmeztetni, a második esetben már bírság jár, tehát ha nem tanult az első esetből, akkor már biztos, hogy a pénze is bánni fogja ugyanazt a hibát. Fejér megyében is javuló a tendencia, vannak visszatérő problémák, ilyenek a higiéniai hiányosságok, tehát a megfelelő takarítottság hiánya. Ez köszönhető annak is, hogy ilyenkor megnövekszik a fogyasztók mennyisége, száma, és nem tudnak annyira odafigyelni a vállalkozók a tisztaságra, pedig oda kell figyelni. Ilyen esetben a forgalmazás, illetve a kiszolgálás felfüggesztésre kerül egészen odáig, amíg meg nem oldják ezt a problémát, de utána természetesen ez a tiltás feloldásra kerülhet. Vannak visszatérő gondok? Ugye említette itt a higiéniát, de nyilván ezen túl is van olyan, én nem azt mondom, hogy notórius hibázók, illetve szabálysértők, de akik vagy amely tárgykörben megint folyamatosan vizsgálódni kell, hiszen ezek gyakrabban fordulnak elő. Hát három olyan dolgot említenék. Az egyik ez, amiről beszéltem, a higiéniai hiányosságok. Ebből minden évben és minden ellenőrzés során tapasztalunk. A másik a nyomonkövetés hibája, itt főleg a jelölés hiányosságai a vendéglátó egységekben gyakorta nem figyelnek oda arra, hogy a különböző félkész, illetve termékeket, illetve kicsomagolt alapanyagokat is valamilyen módon jelölni kell, hogy beazonosíthatóak legyenek egy ellenőrzés során. Ez elő szokott fordulni, illetve a harmadik probléma az úgynevezett egészségügyi kincskönyveknek a nem megfelelő kitöltöttsége. Ez azt jelenti, hogy az újonnan beállt dolgozók akár nem is rendelkeznek ezzel a kiskönyvvel, vagy ez a kiskönyv nem megfelelő megújításra kerül, a vizsgálatok nem készülnek el, amelyeknek meg kéne lenniük. Tulajdonképpen ez az a három tárgykör, amiben minden évben találunk problémákat. Hál' Istennek lejárt fogyasztatósági idejű termékek egyre ritkábban kerülnek a szemünk elé, így remélhetőleg egyre ritkábban találkoznak velük a fogyasztók is. Ugye 4 napos az ünnep, és ilyenkor óhatatlanul is nem csak otthon történnek a dolgok, hanem étterembe járunk családostól, barátokkal együtt, az éttermeket is külön kiemelten ellenőrzik? Természetesen a vendéglátóipari egységek is ilyenkor a kiemelt forgalmazó helyek közé tartoznak, amelyek ellenőrzésre kerülnek. Összességében hogy áll az élelmiszerbiztonság Magyarországon? Ilyenkor, ilyen frekventált időszakban ez talán helyes kérdés. Hát én inkább csak a szüke pátriánkról, a Fejér megyéről beszélnék. Én azt gondolom, hogy javuló. Ez nagyban köszönhető az élelmiszervállalkozók lelkiismeretes munkájának, illetve a fogyasztók tudásának is, vagy tudatosságának is, hogy igenis jelzik azokat a problémákat, amik nekik nem tetszenek, vagy ami az élelmiszerbiztonságot veszélyezteti, és a számok is azt mutatják, hogy javuló a tendencia, mert a szankciók mennyisége, illetve a pénzbírságok mennyisége is csökkenő tendenciát mutat. Ebben az értelemben tehát ön és munkatársai bizonyos értelemben könnyebb helyzetben vannak, mint egy bizonyos időszakban, hiszen volt olyan, amikor minden kidőlt. Természetesen mi is jobban szeretünk olyan ellenőrzéseket befejezni, ahol minden rendben volt, és nem kell szankciót alkalmaznunk. No, hát akkor én köszönöm szépen, én azt kívánom, hogy kevés dolgok legyen.
A kedves nézőinknek pedig természetesen azt, hogy olyan minőségű árut szerezzenek be, amiről beszéltünk, ami még kétség sem fér hozzá, hogy valóságos és a húsvéti ünnepeket hát kifejezi azt a csodát, ami ebben a négy napban történik. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem Szibert Gergely megyei főállatorvos volt, témánk pedig a húsvéti élelmiszer ellenőrzések. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!